Ez a Nemzeti Választási Iroda oldala, ahol már szerepelnek azok a képviselőjelöltek, akikre szavazhatnak a Pécsi 15-ös választókerületben élők. Azonban a lista még nem végleges. Négy jelölt vett át ajánlóíveket, és mind a négy esetben az ajánlóívek a megfelelő számú érvényes ajánlással kitöltve hiánytalanul visszajuttatásra kerültek a választási iroda részére. Ilyen módon a mai napon a helyi választási bizottság négy jelöltet nyilvántartásba vett. A négyből három jelölt az jelölő szervezet képviseletében indul, még a negyedik az egyéni független jelöltként méretteti meg magát. A jelöltállítási időszak még csak most kezdődött, egészen augusztus 19-ig, ami egy hétfői nap, a hosszú hétvégére eső hétfői nap, eddig fog tartani. Akkor zárul az indulók névsora. Augusztus 19-e után az ajánlóíveket összesítik, hogy tényleg megkapták-e a szükséges számú aláírást a választóktól. Majd ha ez kész, akkor sorsolás alapján döntik el, hogy milyen sorrendben kerülnek fel a jelöltek a szavazólapokra. A törvény szabályozza azt is, hogy kik voksolhatnak majd az időközén. Főszabály, hogy nincs átjelentkezés. Azok a polgárok, akiknek az ország más területén, vagy akár a város más területén már nincsen állandó lakcímük, azt felszámolják, és Pécsen a 15-ös számú egyéni választókerület területén létesítenek lakcímet, ők bekerülnek, akár újonnan is rákerülhetnek a névjegyzékre, de az a lehetőség az időközi választáson nem járható, hogy a polgárnak van állandó lakcíme, és egyébként a választókerület területén tartózkodik a szavazásnapján, vagy ott ideiglenes lakcímmel, tartózkodási helyjel kíván szavazni, tehát csak a választókerületben állandó lakcímmel rendelkező állandó lakosok bírnak választási jogosultsággal. A választók listáját szeptember 20-án zárják le. Aki ezen szerepel, szavazhat szeptember 22-én. Jelenleg még a jelöltállítási folyamatban vagyunk. Augusztus 19-éig. Aki indulni szeretne, annak 66 érvényes ajánlóévet kell összegyűjtenie ehhez a határidőig. Jelenleg a nyilvántartás szerint 6542-en voksolhatnak majd az időközi választáson Pécsen.